Azt gondoltam, hogy ez egy nagyon jó kis kaland lesz a számomra, és egy ilyen poénos, hogy majd jövünk, édes élet forgatunk, rengeteg emberrel találkozunk, nagyon komoly kalandok lesznek, és hát hogy nem lesz fáradtság, mert 50 km-t sétálni naponta, az nem hiszem, hogy egy ilyen nagyon megterelő lenne nekem, aki ugye tökéletes fizikai állapotban van, és a evolúció mint a példánya. Úgyhogy, de hát ki van brált velem, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy annak ellenére, hogy úgy gondolom, hogy nagy súlyokat meg tudok mozgatni, és akár akkor átúszom a jeges Dunát, és leugrok akár 50 méter magasról, vagy tandemet ugrok, vagy bármit. Jött egy egyszerű séta, mint hogyha a Pamelával sétálgatnék a valamelyik streeten, és úgy tűnik, hogy ez azért komoly embert próbáló feladat volt. Mondok egy példát, például a Bükk az 40 km volt összesen, és 11,5 óra alatt tudtam megtenni ezt a 40 km-t, ami azt jelenti, hogy 4-gyel sem tudtam haladni, nemhogy 6-tal, úgyhogy voltak olyan szituációk és helyzetek, amikor nagyon sokszor megkérdeztem, hogy mit keresek itt és miért csinálom, valamint sokszor felköptem és aláálltam.